A Forrás Café minden reggel jó kedve hangol. A stúdióban Fegyvesi Zoltán és Illés Roland. Tatabányák elős közepén vagyunk, és hát ismételten üdvözölhetjük a Vadfruttik csapatát. Azért mondom ismételten, ugye, mert nem egy ismeretlen közeg, ahova ti érkeztetek. Likó Marci ül mellettem, Likó Marcell, az énekes, illetve a gitáros. És hát ugye, ahogy már említettem, ti itt már másodszor, harmadszor, hát egy jó párszor voltatok Tatabánya környékén. Sokadszor, én nem emlékszem, nekem rémes a memóriám. Én arra sem emlékszem, hogy például mi volt tegnap. De arra még pont emlékszem, mi volt tegnap, de azt például, hogy csütörtökön mit csináltam, azt már nem tudnám megmondani. Miért vagyok én most itt? Azért ugye, mert kidobtatok egy új lemezt. Fruttisos lett, mondhatom így nyugodtan, viszont mégis többet nyújt, mint az előző pár lemez. Megismerték a Vadfruttikat úgy, hogy szóljál már Muternak, dobjon le Szotyira pénzt, amit ugye ti viccnek szántatok, de mégis fölkapta az internet, mégis fölkapták az emberek. Ehhez képest az új album azért nagyban más. Mennyiben más, miben más? Egyrészt ugye mi is idősebbek lettünk, hogy más az igényünk már a zenére. Hát voltak ebben ilyen tudatos elhatározások is, hogy a koncertek alkalmával azért vannak ilyen lecsapódások, hogy mi az, ami a zenekarnak jó, meg mi az, ami kevésbé jó, és hogy eddig jellemző volt ránk ez az eklektikus ilyen dal összeállítás, hogy volt nagyon sok ilyen vidám dal, meg mit tudom én, meg ilyen sújtóbb. Erre a lemezre is készültek egyébként ilyen vidámabb számok, csak egyszerűen nem állt jól össze, és akkor rájöttünk arra, hogy inkább olyan anyagot szeretnénk készíteni, ami koherens. Hát most a közös nevező az inkább ez a korlenyomat, meg ilyen lelki jelenségek volt, úgyhogy ebbe az irányba mentünk el, és hogy az ilyen nyári, tudom, ilyen ökörködést azt meg most kihagytuk belőle. Ahogy te is mondod, értek, tehát több a mondani való, más a mondani való, nektek is sok-sok tapasztalatotok van. A hétköznapjaitokban ti mennyit szőtök bele mondjuk a megírt lemezekbe vagy dalokba? Elkezdtem foglalkozni az elmúlt időszakban ilyen kortárs irodalommal. Nekem az volt egy ilyen nagy rádöbbenés, hogy igazából nekünk nem kell ilyen Radnótinak meg József Attilának lennünk, mert hogy egyrészt nem is tudnánk olyan szintű dalszövegeket írni, de hát, hogy nem is vagyunk kortársak, és hogy én inkább arra kezdtem el figyelni, hogy mi az, ami most történik a világban, és hogy tudod, van Facebook, meg beton, meg műanyag, meg ilyenek, úgyhogy az is lehet mondjuk úgymond költészet, hogyha a költészetként lehet azt, hogy megnevezni egy ilyen dalszövegírás, azért ez mégis annak így a határmesdjéje inkább. Különben nem te vagy az első, aki mostanában azt mondja, hogy költészet, akár a régi klasszikusokhoz is visszanyúlnak, és a költők ugye egyúttal jó szövegírók is, és ők is abból merítettek, ami a környezetben van, illetve rajtuk csapódott. Mennyivel akartatok tudatosan más csinálni, mint az előző pár lemez? Nagyon, nagyon. Az volt, hogy az előző lemeznél, a Fénystopposoknál, ugye amin a Lehetek én is volt, az is teljesen véletlenül sikerült olyanra, amilyenre, de aztán utána jó egy másfél évig nem írtam dalszöveget, és pont azért, mert nem szerettem volna ugyanolyan lemez készíteni, mint az előző. Hogy valami teljesen más, meg egy újat, hát így nem tudom, mennyiben sikerült ezt megvalósítani, bár a szakmai visszajelzések azok eléggé pozitívak, úgyhogy én is azt gondolom, hogy sikerült egy olyan lemez csinálnunk, ami nem annyira ilyen magyar alternatív hangulatú, hanem sokkal inkább európai. Marci, mekkora az elvárás veletek szemben, ugye ti elkezdtetek valamit, és látszólag az emberek elkezdték ezt szeretni osztogatni, és egyre jobban terjedt, ugye, és egyre jobban kinőttétek ti is magatokat országos szintűvé, viszont mégis újítani is kell egyben, meg megmaradni a régi vadfruttikos hangzásnál. Hogy lehet ezt a kettőt egybe ötvözni? Hát szerintem nem kell megmaradni a réginél, az a titka. Tehát innováció, mert hogyha nem fejlődsz, meg nem mersz kockáztatni, akkor egy helyben topogsz, és akkor gondolkodtunk ilyeneken, tehát lehetne olyan séma szerint dalokat készíteni, hogy mi volt az, ami nagyon bejött, és akkor abból, mit tudom én, nekem senkim sincsen, mondjuk nagy sláger volt, és akkor próbáljuk meg annak a sémájára írni új dalokat, vagy mondjuk a Lehetek én is, hogy ez milyen volt, és hogy nem tudom, Gergő biztos tudna gyártani még néhány hasonló dalt, csak azt mondtam, hogy szerintem, hogy az meg nem a zenekar útja, hanem inkább valami újat biztos lesz egy olyan időszak, amikor már elkezdjük magunkat ismételni, hogy lehet, hogy már sokan azt gondolják, hogy vannak bizonyos dalok, ahol az önmagunk lenyomatai vagyunk, de hogy én még ezt szerencsére nem látom. Aztán, hogy eljön ez az idő, akkor biztos az is komfortos lesz az az érzés is, de ezt most így nehezen tudom elképzelni, még fiatalnak érzem magam. Örök fiatalok vagytok, tényleg hányan vagytok? A zenekar felállása azért mondjuk egy kicsit jó esetleg, aki még nem tapasztalta volna előmértékben a Vadfruttikat, akkor ismerje meg. Ja, hát öten vagyunk, van egy billentyűsünk, a Gyuszkó, azt kell tudni egyébként a zenekarról, hogy nagyon sok ilyen programozott alap szólal meg a dalokban, tehát hogy ez egy félig meddig elektronikus zenes, sőt a Lovasi, a kiadónk Lovasi András, hogy azt is mondta, hogy szerint ez elektronikus. Hogy eljött a múltkor Pécsen a koncertre, beszélgettem vele, és hogy mondta, hát hogy ő meghallgatta, és kérdeztem, hát, hogy miben kéne fejlődni, Bandi, vagy mit gondolsz, és mondta, hogy semmiben, de hogy ez már nem rock, hanem ez elektronikus. Hogy abszolút a gitárok, meg az egész zenekari hangzás már az elektronika alá van rendelve. Úgyhogy hát nem tudom, olyan, mint a Prodigy, csak szoftosabb, tudod. Ja igen, és hát van dobos, basszus, gitáros, meg még vagyok én, aki így ugrálok néha, meg jól tudok táncolni. Jól belecsöppentünk a Vadfruttik koncertbe, Likó Marcellel innen folytatjuk. A Forrás Café minden reggel jó kedve hangol. A stúdióban Fegyvesi Zoltán és Illés Roland. Yeah.
Vendégünk továbbra is Likó Marcell, a Vadfruttik énekese. Most már nem lehet beszélni klasszikus rockról, klasszikus elektronikáról, tehát ti is ötvöztök mindent mindennel, ha kell. Igen, ez pontosan így van. Egyébként én már tini korom végén is olyat szerettem volna, hasonló zenét, amit most csinálunk. Tehát, hogy az elektronikának ez a kiszámítottsága és ez a nagyon, nagyon hideg, erős energiája, és akkor mellé pedig ez a gitárpörkölés. Úgyhogy ez most így létre is jött. Én boldog vagyok, ezt végre meg tudtuk csinálni 20 évnyi delay-jel. Megvan tehát az új album, nyilván ennek lesz majd egy zöngéje, egy fajta echója, végig akarjátok járni az országot, valam turné keretein belül, most akkor erre koncentráltok. Egyéb más terv van-e a fejben folyamatosan szimultán? Persze, főként arra gyúrunk rá, hogy majd jövőre a klubkoncertekre is el tudjuk hozni mindenhova fényt, mert az a helyzet, szerintem a zene az már rohadtul nem elég. Szóval szükséges, hogy mellette legyen valamilyen fajta kiegészítő látvány, úgyhogy most éppen azt terveztük a Pálocska Petivel, a fényesünkkel, hogy mi legyen idén nyáron, úgyhogy a zenekar mind nagyon érdekesen fog előrúg. Én már tudom, hogy mi lesz, de nem mondhatom meg. Meg hát egyébként is mit magyarázok egy rádióba fényekről. Fény lesz minden mennyiségben. Hát most ugye ez ilyen klubturné, és ez főként így az albumról szól, aztán amikor nyáron meg ilyen, meg gondolom, akkor nem lesz annyira dárkos, mert ugye azért tudni kell, hogy az album egy kicsit olyan sötétre sikerült, úgyhogy valószínűleg nyár egy kicsit felhőtlenebb lesz ennél, meg azért látványosabb. Bár azt gondolom, hogy jó azért izzadni is itt 350 emberre, vagy hányan férnek idebe. Mondtad ezt a dark vonalat, ugye, hát rögtön kettő dalt tudunk kiemelni, meg a rádiók is általában ezeket szokták kiemelni, ugye a Szemben a nappal, meg a Nincsenek válaszaim. És hogy mind a kettőnek van egyfajta ilyen hangulata, ez a befelé fordulás, sőt a szövegben magában el is hangzik. Látod amúgy a közönségen, hogy ők is e felé hajlanak, ők is ilyen befelé fordulók, vagy magatokból jön ez az egész befelé fordulás? Hát én igazából nem tudom, hogy mások mire gondolnak. Én csak azt tudom leképezni, ami éppen bennem zajlik. Most ugye ezek a dalok, ezek inkább ilyen csupasz lelki folyamatokról szólnak, hogy mi az, amit én épp érzékelek így a világból, meg hogy ezt én hogyan élem meg, és akkor hát ezt leírom, azt aki tud vele azonosulni, az nyilván így megérti. Egyébként nagyon érdekes, jöttek, én láttam ilyen reakciókat a YouTube-on, hogy nem értették így a... Például, hogy ott van a Szemben a nappalnak a dalszövege, hogy néha jó, néha rossz, néha nem. És hogy ezt nem értették, hogy mi az, hogy néha nem. És akkor lehet, hogy nem jártak át az iskolában, van ez az Enjambent nevű kifejezés, hát elmondom, áthajlásnak hívják, és hogy néha nem foglalkoztat semmi sem. Azoknak szeretném elmondani, akik nem értik a szöveget. Pedig nem egy bonyolult dolog. Tehát a szövegeknek üzenete van, nem mindig jön át egyértelműen. Jó, hogyan zajlott például nálatok az elmúlt pár hónap? Azt szokták mondani, hogy van egy uborka szezon a zenekaroknál is, általában ez a december, inkább január. Készültök el mondjuk a nagy-nagy turnézásra, a nagy-nagy fesztivál szezonra? Hát figyelj, egyébként nincsenek ilyen uborka szezon, az inkább egyébként a fesztivál szezon végén van. Májusban van inkább egy ilyen szünet, április-május környékén, amikor már nem kluboznak és mennek a fesztiválokra, majd pedig akkor, amikor véget érnek a fesztiválok, és újra visszamennek a zenekarok klubozni, mert akkor itt a közönséget meg így szoktatni kell. Nekünk például most pont a januárról indult el az egész. Azt gondolom, hogy számunkra az a legfontosabb, hogy minél jobbak legyenek a klubkoncertek, engem igazából csak az érdekel. Most egy fesztiválkoncert az igazából nagyon sokban nem különbözik ettől, annyi, hogy ott feszesebb program, kevesebb az interakció a közönséggel. Bár most is inkább ilyen programszerűen zenélünk. Azt vettem észre, hogy nem biztos, hogy ez mindig jó, hogyha én a közönséggel foglalkozom. Volt egy időben egy ilyen fajta attitűdöm, amikor azt gondoltam, hogy nekem van egy ilyen showman szerepem is, és hogy nekem ott nem tudom, mindenképpen fel kell őket vidámítanom, de hogy nem. Én azt gondolom, hogy a közönség azért, hogy zenét hallgasson, nem azért, hogy mert kíváncsiak az elképesztő vicces megnyilvánulásaimra. Egy párat el lehet pattintani, néhány szikra azért kijöhet belőle, de hogy itt inkább a hangsúly a zeném van. Igen, akartam épp kérdezni, hogy mennyire követitek a visszajelzéseket. Nyilván kaptok hideget, meleget, rosszat, jót egyaránt, mert hogyha a közönség elé kiálltok, akkor ez akarva akaratlanul jön. Hogy adtok-e a véleményezést, nyilván valamelyest követni kell az emberek igényét, nem? Hát nem. Szerintem nem, az egy zsákutca, hogy nekünk nem a trendeket kell követni, ahogy egyébként szerintem egyik rádiónak sem, hanem hogy a trendet inkább formálni. Tehát, hogyha neked van arra lehetőséged, hogy van hozzá vénát, hogy mondjuk kiválogass azokat a zenéket, amíg úgy gondolod, hogy mások számára is értékesek lehetnek, és mondjuk nekik nincs erre idejük, akkor nem arra kell figyelni, hogy nekik ők éppen most milyen zenét hallgatnak, hanem milyen az, amit hallgatni fognak. Engem nem érdekel a közönségnek ez irányú véleménye. Igazából. Jó, köszönöm szépen, és azt kívánom, hogy érezzétek magatokat jól itt a Tatabányán is, meg hát mindenhova, ahova mentek, nyilván lesz még bőven. Fú, lesz. Nem is tudom, hogy hány koncertünk lesz, még nagyon sok. Köszönöm szépen én is. Vadfruttik, Likó Marcellel beszélgettem. Forrás Café. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Forrás Rádióban.
Köszi! Egészségeteket!